erő és hatalom elves, az idő és kedvező szerencse és hamar. De mivel a legszebb, a szenvedésektől önmagadból, annak visszaszerzése mindig nehéz, s mindig kétséges. Ami adatokat hordozunk. Olyan, mint a CV, de mégsem az. Domin-
vélemények, nekem mi az egyik véleményed róla? Hát gondolkodom. Jaj, ilyen most testvér, még a végén megfagyul a fejed. Ez az osztály olyan sötét, hogy magukhoz képest egy belőle, akkor a matombillanás. Na, te meg mi a feléje küldtél oda hátra? A fene egyen meg a sumákos formában. Még a sumákosja. Úgy nyakom meg, hogy ordítva fogod lehány a monitor. Jó, akkor tessék megnézni a www.diadalmon.hu-t, aztán utána lehet játszani. Hát arra nem értelhetek. Bejöttem. Jó, ez nem szeretem. És már elkezdődött az óra. Norbert úrnak tisztelettel jelentem. Az osztály létszáma 4, nem hiányzik senki. Köszönöm, Jana. Ez az órán pianóra fogunk tanulni. Ki tudja, hogy mikor volt? 1919. Hát olyan nem. 1924. Helyes válasz, Barbi. Akkor írjátok fel a táblára, hogy trianói békediktátum. Kell a cím. Igen, kell a cím is. Biztos. Trianon után az ország nagyon elszegényedett. A prostitúcióval sokat lehet keresni. Miért, Dominik, te már próbáltad? De hogy is! Következő órán meg fogunk nézni egy kisfilmet Trianonról. Hát én Norbi bácsődébe szeretnék. Hát ezt szerintem ezt inkább hagyjuk. Norbi bácsi szedi a szemben, de szép. Hát a fantasztik a töri órához. És kicsöngetnek. Eltöbbi Sándor, a jutmanító. Van hízott a sok rossz között, van jutmanító is. Volt nekem sok rossz tanítom, volt nekem egy jó is. Meg is maradt a fejemben, úgy emlékszem rája, mintha a kopasz fejével most is itt nekem. Kopasz volt az Isten, attól nem tehetek róla, vélemény volt az ifjúsága, régen elviduló. Elhárottak virágai, egy maradt meg éppen, egy nagy patrahúzsa nyílott az órahegyében. Talán minden reggel újra kivirult az óra. De nem csoda, mert gondosan táplálgatta borral. Már hiába, ha ez olyan különös bánta volt, hogy nem szívelt egyebet, mint pincei halmatot. Ez alatt az óra alatt egy nagy tagi szácsolt. Egyik ugye gépek készült, másik lap volt. A bajusz alatt szája volt, szája volt, kipája, lapátnak beillett volna, köpcsöbb szokottál. Zinnyiért még valamikor Árpád idejében készítették. Semmi szín sem volt már a színében. Gombok voltak akkorák rajt, mint egy-egy kogány fej. Használták Isten a törölt adnahúzogányáért. Mindenféle csinórod úgy ki volt kanyargatva, hogy a mennydörgös menk is eltévedett rajta. A szabó jó szűkecskére szokta a nadrágot, de azért egy kicsit mégis pötyögösen állott. Hosszant vallottam tám, de megérdemelte, mert szörnyen jó ember volt, az Isten teremtette. Olyan jó tanító volt ő, amilyennek csak kellett, ezt előbben ezt az alatt felvettek a körbe. A leszkémből félmettűt sem tudtam felmondáskor, azzal igaztalt, hogy se baj, megtanulod máskor. Ki is mutattam iránt a jó szívűségemet, vittem neki ajándékot, mikor csak lehetett. Lelakottam sonkát, kolbászt, saját kéményéből. Ez volt ajándékom, és ő még meg is hívt megrégyült. Kedves tanárok, el kell mostan várni. Egy-két nap és nem ide, más osztályba járni. Hálásan köszönöm minden jót és szépen, nem feledjük a sok kedves iskolás emléket. Azokat se, akik velünk foglalkoztak, s értünk annyi fáradtságos áldozatot hoztak. Kedves tanárok, fél szívünk itt marad, mert az, aki országunk a szeretetet alatt. Móra Ferenc, Cinege cipője, kicsit másképp. Vége van a nyárnak, hüvösszelek járnak. Nagy bánata van a szegény diáknak, szeretne elmenni, iskolába nem menni. De az iskolakapunk csak be kellett menni. Kapkod fűhöz, fához, szalad a tanárhoz, a tanári ballakó Gáborbához. Azt mondja a tanár, a te dolgod, fiam, hogy tanuljál. Az ötának, hatának, még a Kovács Pistának is kedve van tanulni, nem ilyen akárki fiának. Az ötá is, hatá is, a Kovács Pista is jelest kapott azóta, még a Bán Dominik is. Csak a diáknak szomorú az ének, nincsen jelese máig se szegénynek.
Azóta is keresi, kutatja, hogyan lehet lógni, mert azóta sem akar iskolába járni. Mikor először léptünk be a terembe, minden új volt, mindenki idegen. Leültünk egy padhoz, ahol találtunk helyet, és figyeltünk csendben a többiekre. Hosszú hónapok és évek teltek el azóta. Megéltünk könnyebb és nehezebb napokat. Együtt nevettünk, és együtt vívtuk a csatákat, és közben így találtunk örök barátra. Visszatekintve, most látjuk csak igazán, miként nőttünk fel az évek folyamán, és lettünk azok, akik most vagyunk. És a világban már mi is nyomot hagyunk. Búcsúzni vagyunk itt, de ne tegyük. Csupán lezárunk egy újabb fejezetet, és most egy időre más irányba megyünk. De mint szívünkbe zártuk, a sosem vesszük. E versen most búcsú lenne, a 4 évet megköszönném vele. Köszönöm a tudást, a sok bíztatást, a figyelmeztetést és minden mást. Mindig is naiv voltam, csak az orrom után futottam. Sibáimból okultam eleget, sose feledem el ezeket. Köszönöm a sok kirándulást, a rengeteg múzeumlátogatást és a történelmi kalandozást. Nehéz a búcsú, de az út még nagyon hosszú. Az időn kevés, emlékül kísér majd a sok nevetés. A 4 év sokat ér, az öreg diák még visszatér. Ti magatok csináltátok, és én azt gondolom, hogy ez a legtöbb, amit egy osztály megtehet 8 év után, hogy egy tökéletesen megszerkesztett, jól fölépített humorral és komolysággal mindennel vegyített műsort adtatok, amit nem kellett tanárnak betanítani. Én azt gondolom, bocsánat, a fiú felé is fordulok, csak a kislányok nagyon elkülönültetek, hogy ennél többen nem is adhattatok volna nekünk. Amellett természetesen nagyon sok szépre emlékezzünk veletek kapcsolatban, én magam is, mert a rosszat akarsz, ugye nem felejtem, tilthatjuk, mi sem, gondolom, majd elfelejtitek, ha voltak, mert biztos mindenkinek voltak rossz élményei a diák évei alatt, mi is úgy érezzük, hogy mondja azért majd csak a szépre, a jóra emlékezünk, és veletek kapcsolatban is, majd holnap el fogom mondani, hogy azért ennek a 8. osztálynak is nagyon sok érdeme volt az elmúlt 8 év alatt, hogy kiváló, ügyes, különböző területeken sikeres
gyermekek voltak, akik a hétköznapokon hát többé-kevésbé voltak csak sikeresek, ők is sokszor örömet okoztak a tanáraiknak azzal, hogy jobban teljesítettek esetenként, mint ahogyan az esetleg elvárt lett volna tőlük. Persze voltak kudarcok és így tovább, de ez természetes az életben. Én azt kívánom nektek, hogy a jövőben mindig legyetek arra képesek, hogy a kudarcok után, a sikertelenségek után újra kezdjetek, újra tovább lépjetek, és mindig képesek legyetek azért a szépet, a jót, az örömet meglátni mindenben. És akkor nem csak jól fogtok tanulni majd a jövőben, sikeresek lesznek a közösségben, hanem boldog emberek is lesznek, és én ezt kívánom nektek elsősorban, hogy legyetek mindig nagyon vidám, boldog, sikeres fiatalok a jövőben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és köszönöm.